Mai vendégünk Kovács Zoltán János, tűzoltó százados, hatósági kiemelt főelőadó. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Közeledik rohamosan a fűtési szezon, hogy télen se fázunk, különböző módokon biztosíthatjuk az otthonunk melegét, viszont sajnos számos egyedi fűtési rendszer jelentős káros anyagkibocsátással jár, viszont adódnak olyan megoldások is, amelyekkel a környezetünket is kíméljük, a levegőt nem szennyezzük. Elsőként beszéljünk arról, hogy melyek ezek a környezetkímélő megoldások. Valóban az egyik környezetkímélő megoldás most jelen pillanatban azt gondolom maga az időjárás. Ugye októbert érünk, és hál' Istennek az időjárásunk azért spórol egy kicsit a pénztárcánknak. Nyilván meg lesz majd ennek a böltje, mert valószínűleg ki fog tolódni a téli időszak. Az egyik legfontosabb, én azt gondolom, hogy beszélhetünk ugye a gázos és egyébként a vegyes tüzelésű fűtőberendezésekről. Hát a gázosnál egyértelmű nyilván, hogy mit használunk, viszont a vegyes tüzelésű fűtőberendezéseknél nagyon fontos lenne azt betartani, hogy csak a gyártó által előírt tüzelő fűtőanyagot használjuk. Sajnos tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az emberek ott próbálnak spórolni, ahol tudnak, viszont abban nem gondolnak bele, hogy ha a vegyes tüzelésű kazánjainkba olyan anyagokat, vagy olyan egyéb dolgokat használunk fel és égetünk el, ami nem a fűtőberendezésnek megfelelő. Nem csak, hogy a környezetet károsítjuk vele, sajnos a tüzelőfűtő berendezésünket is olyan mértékben tudjuk károsítani ezáltal, hogy az későbbiekben komoly problémákat okoz. Itt főleg arra gondolok, hogy a nem megfelelő anyag használatával kátrányosodnak ezek a készülékek, leszurkosodnak, amit nem feltétlenül veszünk észre, mert a belsejében nem biztos, hogy belelátunk ezeknek a tüzelőfűtő berendezéseknek, viszont a későbbiekben ez pontosan olyan problémát, akár egy kéménytüzet, akár bármilyen más tüzet, illetve ne adj Isten szénmonoxid mérgezést okozhat. Ha már szóba került az égés termékelvezető, ugye a kémény, hogyan lehet karbantartani, miért fontos a karbantartásuk? Ugye ez visszatérő kérdés már évek óta, és hál' Istennek most is azt tudom elmondani, hogy a jogszabályok annyit módosultak, hogy a gázos készülékeket, illetve a gázkészülékhez csatlakoztatott égéstermék elvezetőket ugye jogszabály szerint 2 évente kell ellenőriztetni. A vegyes tüzelésű berendezésekhez csatlakoztatott égéstermék elvezetőket évente. Viszont ugye nagy könnyebbség az, amit még azt gondolom, hogy mindig kevesen tudnak, hogy a lakosság részére a katasztrófa védelem, amikor átvette a kéményseprőipari szolgáltatást, tehát ezeket a szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja a lakosság részére. Sajnos a tapasztalat az, hogy még mindig kevesen élnek vele, mert nem tudják azt, hogy ingyenes. A közületek, gazdálkodó szervek részére vannak egyéb szolgáltatók, akik biztosítják ennek az ellátását. Igaz, hogy az térítésre kötelezett, de a megelőzés szempontjából viszont mindenképpen ajánlatos ezt igénybe venni, illetve megrendelni. A korábbiakhoz képest változás még az, hogy régen ugye automatikusan mentek a kéményseprők a lakosok részére elvégezni az úgynevezett sormunkát. Ez annyiban változott, hogy a társasházak részére van egy ütemterv. Ezt mindig korábban kifüggesztésre kerülnek polgármesteri hivatalok hirdetőtábláin, illetve ugye jogszabályi kötelezettség is ezt meghirdetni és kihirdetni, illetve azért a kéményseprők gondoskodnak arról lehetőséghez mértem, hogy a társas házakat is értesítik, hogy mikor és mikor várható ezeknek a munkálatoknak a sormunkája, pontosan azért, hogy adott esetben otthon legyen, vagy otthon tartózkodjanak a lakók. Viszont az egyéb úgymondom kertesházak és egyéb ingatlanok részére, viszont ugye ez nem történik meg automatikusan, erre a megfelelő zöld számon lehet megrendelni gyakorlatilag ezt a szolgáltatást, amin keresztül majd egy adott egyeztetett időpontban ki fognak menni a kéményseprők, el fogják végezni a szükséges munkálatokat, és hozzáteszem még egyszer, a lakosok részére ingyenesen. A másik nagyon fontos kérdés ilyenkor a szénmonoxid gázt mérő berendezések.
rendkívül sok baleset történt az elmúlt években emiatt. Beszéljünk erről is, miért fontos, hogyan lehet hozzájutni, kell-e szakember ezeknek a készülékeknek a felszereléséhez, beméréséhez? Így van, visszatérő kérdés ez is. Azt tudom elmondani, hogy a saját tapasztalataink szerint egyre többen alkalmazzák azt, hogy szénmonoxid érzékelő készüléket vásárolnak, és nem sajnálják rá a pénzt, ami részünkről nagyon jó dolog, viszont azt is hozzá kell tennem, amiről már korábbiakban is beszéltünk, hogy ugye az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti ellenőrzések keretében vizsgálta az úgynevezett forgalomban lévő készülékeknek a megfelelőségét, és ebből adódóan és a tapasztalatokból adódóan létrehoztak kettő darab listát, ez úgynevezett, vagy mi úgy hívjuk, hogy a pozitív és a negatív lista. Nyilván a pozitív listán azok a készülékek szerepelnek, amelyek megfelelnek az elvárásoknak, és tudják az elvárható biztonsági szintet biztosítani, és ezzel szemben sajnos vannak olyan készülékek, amelyek nem felelnek meg ugye az előírásoknak. Viszont a lényege az ennek az egésznek, hogy annyi, ha már rászánjuk a pénzt, én azt gondolom, hogy annyi utánajárást már ne sajnáljon az ember, hogy nézze meg ezeket a listákat, legyen tisztában azzal, hogy melyek azok a termékek, illetve mely márkanevek képviselik azokat a termékeket, amelyek megbízhatóak és használhatjuk magabiztosan. Hozzáteszem, hogy ez is olyan, mint minden más termék. Nyilván a drágább egy kicsit megbízhatóbb. Nem álmodunk be senkinek a pénztárcájában és a költségeiben turkálni, viszont én azt gondolom, hogy nincsenek olyan nagy egetverő különbségek, nincsenek olyan nagy árbeli különbségek, hogy ha megtehetjük, akkor ne sajnáljuk a kicsit drágábbat megvenni, mert a tapasztalataink, a személyes tapasztalataink is azok, hogy ezek a készülékek jóval megbízhatóbbak, és jóval megbízhatóbban működnek háztartásunkban, és sokkal megbízhatóbban adják a jelzéseket. Egyébként kiknek kell szénmonoxidgázt mérőkészülék? Legfőképpen azoknak ajánlott, akiknek nyílt égéstermék, nyílt égésterű berendezéseik vannak. Hát ez elsősorban ugye a vegyes tüzelésű kazánok, illetve azok a régebbi típusú gázkazánok, amelyek nyílt égésterűek. Megmondom őszintén, hogy nyilván a társasházak nagy része, amelyek régebben épültek, régebben lettek kialakítva, ott elsősorban, főleg a fürdőszobákban és mindenütt ezek a nyílt égésterű berendezések vannak még elhelyezve, és ezeknél a berendezésekre mindenképpen ajánlott. Illetve még egy nagyon fontos dolog, amire felhívnám a figyelmet, hogy általában ugye ezeknél a társasházi lakásoknál, főleg, hogyha még nem műanyag fokozott légzárású nyílászárók vannak, akkor általában ugye takarékosság és költséghatékonyság szempontjából szokták a fokozott légzárású nyílászárókat beépítetni, kicserélni, nyilván azt remélve, hogy ezzel a rezsi és az egyéb dolgok csökkennek, viszont nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ezekkel a fokozott légzárású nyílászárókkal ugye megnő a veszélye annak is, hogy a lakásnak, az otthonnak a természetes szellőzése ugye az jóformán megszűnik, nullára csökken, és sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy a berendezésekből kiáramló vagy visszaáramló akár szénmonoxid is ugye nem tud távozni, és nem úgy távozik az ingatlanból. Ezért felhívnám a figyelmet arra, hogy tájékozódjunk. Nyilván vannak olyan fokozott légzárású műanyag nyílászárók, amelyek már beépített szellőző rendszerrel rendelkeznek. Sajnos nagyon sok olyan eset volt, hogy ennek nem néztek utána, illetve nem voltak tudatában, és be is következett az, amire senki nem számított, vagy nem szerette volna, hogy bekövetkezzen. Egy esetleges szénmonoxid szivárgás esetén a kéményseprőipari szolgáltató hívta fel a figyelmet, hogy sajnos ezek a fokozott légzárású nyílászárók okozták úgymond a bajt. Pontosan ezért már nem volt benne kiépítve ez a szellőzőrendszer, utólag is meg lehet ezt csinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és ebből a szempontból eseménymentes időszakot kívánok. Köszönjük szépen, és bízom abban, hogy ezáltal is minél több helyre eljutnak ezek a hasznos információk. Köszönöm szépen.